Shakespeare szülőhelye. Ha jól emlékszem, Petőfi mondta azt, hogy a Teremtés Shakespeare-el fejeződött be. Gyönyörű, tündéri kis városka ez, de önök hamarosan látni fogják, hogy Shakespeare-ből is lehet Barbie-babazerű gicseket csinálni. Kérem, lehet itt kapni Jorik koponyáját elfogyasztható marcipából. Mindjárt látnak majd Shakespeare tányért, Shakespeare gyűrűt, Shakespeare terítőt, aztán Hamlet atyának szellemét. Gyanítom, hogyha egy kicsit utána néztünk volna a dolognak, akkor még Hamlet anyjának szelleme is előbukkant volna. Íme Shakespeare porcelánból, egyedül bár nagyon kerestük, zsírból nem találtuk meg a nagy drámaíró szobrát. Ez úgy látszik, örök magyar szokás marad. Két turistával is találkoztam itt Csátnagyközségből. Milyen érzés itt Shakespeare szülőháza előtt állni? Erőfeszítésembe kerül, hogy visszatartsam a megindultságomat a nagy muzsikusnak a háza előtt, ahogy áldogálok. Ugyanis én készültem, és megvettem a Shakespeare összes szonátáját, mert benne van. És én ennek a megzenésítésével 31-ben igen nagy sikert arattam az angol császárnál, Viktor Emanuelnál. Ennis Kupacs írta címszó alatt játszottad el neki Kálmán ezeket a dolgokat. És akkor kaptam én a császár jönnagyságától egy ara hegedűt. Csak az már nálam van. A platina hegedűt, amikor megnyertem a szultántól, elmentem vele Basutófüldre, és ott tartottam egy Shakespeare szonett előadást. Kérem szépen, én akkor szabadúszó voltam, 400-200-on. Te kecskédet otthon hagytad, az úszás közben, te csúnya gyerek. Ezért benne kellett maradnom a medencébe, de olyan sokáig tartózkodtam benne, hogy úszóhártyám lett nekem, és Batmannek csufoltak. Abban repültem. Itt vagyok a házában, halálosan komolyan. Ezt üzenem a csátiaknak. Míg van minden, ami a szonátákhoz szól. Csak sajnos ez a tűzős mandulád nincsen, meg az vinne téged a rágba. Ide hallgass, károm. Szabadon, ne felejtsd. Ne felejtsd, szabadon. Azt akartam mondani, hogy az arcomon van ez a Shakespeare, a Guinness sörtű kaptam. Attól kaptad, nem a kerti kapálástól. Az édes apámat, akit a zenetudomány csak úgy tanít és úgy tárgyal, hogy Kalmán bácsi, ezt meghitták ide, és a pályafutását egy gyantavágó gépbe kezdte. És abban olyan karriert csinált, hogy a Coventry Gardenbe ezt bevették, és ő lett ott a szobor. Arról mintáztak. Ezt a nagy embert, ezt meg már régóta ismerem, és segédprimás volt Szálkán. Csak avóta baj ennek, hogy akcentussa hegedűt. Ezért aztán ütött, letették a vezető primásságot. Ezek Ákos már nagyon rosszul beszéli az angol nyelvet, mert hát két napja kidixidáltunk mi, úgyhogy teljes mértékben angolnak érezzük magunkat. Nagyon boldog vagyok egyébként, hogy ezt a öböl háborút is ilyen nagyszerűen abszolváltuk. Na most kérem szépen, voltunk tegnap a galopfutamon, 12-3-as befutót fogtunk, nem itt fogtál Ákos. Én megfogtam erősen a botomnak a végét, mert egy nagy csúnya szerencsény el akartna venni a nyerő tiketemet nekem. És akkor megismertem azt a bangójai királyót. Azra emlékszek, azt elmondom a történetet, még kevésen tudják. A bangójai király arról volt híres itt a Shakespeare Fesztiválon, megnyerte egy első díjat, hogy az úgy ébredt fő, hogy annak beosztak a szobájába egy 60 méter magas datójapálmát. És az arról ugrott rá minden reggel. A banára. A banára. Ez a banán volt egy olyan 50-60 libre, vagy mit mérnek itten. És abban súlyába ugrott le, míg visszaklott a lába neki, és azóta csak néző. Már nem versenyez. Rendkívül csúnya asszony volt, azt itt a londoni MGTS-be akarták eladni, és madárijesztőként dolgozott, azt kérlek szépen a vetési, az itteni vetési várnyák, azt ugyanígy hívja a kanguló, azok lefele estek, ha meglátta, olyan csúnya asszony volt. Aztán később Ákosnak volt a felesége 4 évig. Igen. De hogy ne térjünk olyan nagyon a tárgytól, ez a Shakespeare Fesztiválról még eszembe jut, hogy egyszer kijöttünk itt 61-be vagy 62-be a 200 tagú együttese, egyik fele itt maradott neki, és azóta csak 100 tagú van a zenekarunk Csáton. Ebből a kicsi kolóniából az Ungarische Shakespeare Fesztivált alapítottuk meg. Ennek az a lényege, hogy zárt hordóba legorítanak bennünket a folyón, és akit előbb odaj visz a zsodrás a tengerőbölbe, akapja meg a kis brácsát. Ez a lényege.
olyan szintén sikerült fejlesztenünk ezt a módszert, hogy az Ákost most engedték ki. Tehát ő már eleve be volt zárva, 4 évig volt bezárva az Ákos. Erre az időre esik neki ez a nagyszerű házasság, ez a mérhetetlen csúnya asszonnyal. Előíra néven itt futott be Laura Ashley most jelen pillanatban. Mikor indulnak haza, riporter úr? Most lassan már indulnik. És mivel mennek? Busszal. Üdvözlöm az otthoniakat elsősorban. Csátiaknak is mondanám, hogy üljenek ide ki, de nagyon messze van. És attól tartok az a 4-5 liter pacal, amit hoznak a kis kuptába, elfogy már fele úton. Úgyhogy hosszasan csókolom az otthon maradottakat, a kicsi kálmának is aztán ne köpködjék kisfiam, mert ez itt nem szó. Készítem a gyereket, csináltunk neki helyet. A Royal Academica Orchesterbe fogok játszani. Dobgépen. Hát ott csak kisegítő vagyok a dobgépen, a ritmusérzékembe. Egyelőre átmeneti szálláson lakok egy bőgőbe, de jó vagyunk. Azt üzenem otthonra, édesanyja, integetek te neked, halálosan jól vagyok. És ezt a deltazárnyú gyalogvágót, ezt ne felejtsétek otthon. Csókolom a családot. Szervusz, Kálmán Kálmán. Viszontlátás. Elröpült a néhány nap, már is búcsúzunk.